Mi magyarok. A múlt átélhető. Kassai féle jászat. A Somogy megyei kaposmérőn, a 15 hektáros Kassai völgyben fekete bivajok, mangalicák, rackajuhok, lovak és más jószágok legelésznek. Az őshonos magyar állatok szabadtartásban élnek a területen, ahol van erdő, mező, patak, istállók, jurta, fedeles lovarda, versenypálya, lovakterem, műhelyek, organikus épületek. Ez a szülőhelye a mai lovasi amit 1988 óta gyakorol Kassai Lajos és csapata. Az alapítót érdekelte őseink legendás íja. Tanulmányozta és megalkotta modern változatát napjaink anyagainak felhasználásával. A fegyvert már lóháton próbálta ki, és a szorgalmas gyakorlásból kialakult egy rendszer és egy pálya. Ezt látva mások is kedvet kaptak hozzá, így elindulhatott egy magyar sportág, ami akár az olimpia kapuján is kapogtathat. A versenyen egy 99 méteres pályán kell vágtató lóról 20 másodperc alatt előre, oldalra és hátra fordulva eltalálni a céltáblákat. Ember, állat és fegyver csodálatos egységére van szükség a sikerhez. 2016-ban Kaszás Géza Lovas című filmje az év egyik legnagyobb sikere volt a mozikban. Kassai Lajos kulturális misszióját a világon egyre több helyen ismerik. A sportágat Kanadától a távol keletig meghonosították, amelynek évek óta a világbajnokságát is megrendezik. Kínában ünnepelt sztár, Hollywoodban a lovas íjász jelenetek szakértőjeként és betanítójaként számítanak rá. Kassai Lajos a 2016-os Nagyfal című szuperprodukcióban a főszereplő Matt Damon segítette tanácsaival. A Hungarikum Bizottság a Kassai féle lovas íjász módszert 2013-ban a Hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.